Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a minden hétköznap jelentkező Budaka Lászma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. Budaka Lász helyi építési szabályzata és szabályozási terve is napirendek között szerepelt. Beruházás. Letették a bölcsöde épületének alapkövét Csobánkán. Adventi gyertyagyújtás. December 17-én szombaton 16 órakor fellobban a 4. gyertya lángja is a városi koszorún. Szerdán tartotta rendes ülését Budaka Lászváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az eseményen 7 nyílt és 2 zárt napirendről döntöttek. Egyebek mellett Budaka Lász helyi építési szabályzatáról, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint a játszóterek és fitnessparkok használatáról tárgyalt a grémium. A napirendi pontokat dr. Göbön Rihárd polgármester ismertette a szerdai rendes képviselőtestületi ülésen. A tárgyalás 10 fővel határozatképes volt. A városvezető a legutóbbi ülés óta történt eseményekről is beszámolt. 10 igen mellett a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. Szeretnék beszámolni az ülés megkezdése elején az előző képviselőtestületi ülésünk óta eltelt történésekről. Végső búcsút vettünk december 5-én a budakalászi katolikus temetőben mély részvét mellett Wagner Katalin, Wagnerné Katalintól, településünk díszpolgárától. A budakalászi német nemzetiségi egyesület alapítója, a kalászi német közösség vezetője, a helyi németek történetének kutatója, 68 éves korában váratlanul hunyt el. Átadtuk a városi ajándékcsomagokat. Főként alapvető élelmiszerek kerültek bele az idei városi ajándékcsomagokba, amelyeket az ellátásban részesülő budakalásziak a napokban vehettek át mintegy 2000-en. 2 éve a pandémiás időszak kényszer szünete után a Patakpart Általános Iskola tornacsarnokában tartottuk meg az idősek adventje rendezvényünket, amelyre Budaka Lász 65 éven felüli polgárait hívtuk meg. Megnyílt a közösség. Immár a 8. szezon vette kezdetét a Budaka Lászi közösségi műjégpályán. A drasztikus rezsidíj emelkedés miatt a tavalyi 5-szörösére emelkedett az áramszolgáltatás, ennek ellenére a pálya bérletek és belépőjegyek árai csak kismértékben emelkedtek. Jó hír, hogy ebben az évben is jelentős fejlesztések történtek a 600 négyzetméteres fedett műjégpályán. Folytatódik városunkban a korszerű vezetékes internethálózat kiépítése. Az Élhető Budaka Lász program részeként a Dunaparti üdülő területek fejlesztésével kapcsolatos elképzelések részeként a város vezetés támogatja és elősegíti az eddig ellátatlan vagy korszerűtlen vezetékes internetes technológiával ellátott városrészek korszerűsítését. A városvezetés a közelmúltban megerősítette a szolgáltató felé, hogy a földkábeles hálózatfejlesztés akadályai miatt hozzájárul a légkábeles hálózat korszerűsítéshez. Ma délután adtuk át az ONX Park játszóterét és fitness parkját. Ünnepélyes keretek között az ONX Park felújított játszóterét és az új fitness parkot átadtuk. A nettó 150 millió forint értékű beruházás elsősorban pályázaton elnyert kormányzati támogatással valósult meg, amit a város saját forrásai egészítettek ki. Meggyújtottuk immár harmadszor az adventi gyertyákat. A hagyományokhoz híven együtt várjuk az ünnepeket. 3 ünnepi gyertya már ég a Kárpátok őre szobornál, szombaton meggyújtjuk Budaka Lász 4. adventi gyertyáját is. Mindenkit szeretettel várunk. Végül egy friss fejlemény, ami talán részletesebb magyarázatot is igényel.
Ma, a mai napon lakossági petíció érkezett a Felsővár és a Kálvária utcák egyenirányításának felülvizsgálata ügyében. Szó volt a Budakalász helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint a játszóterek és fitnessparkok használatáról. A testület mindhárom rendeletet egyhangulag elfogadta. A játszóterek és fitnessparkok bővülése, az igen magas és örvendetes gyermeklétszám, valamint a játszóterek használatának rendezettségére vonatkozó igény indokolta, hogy a játszóterek és fitnessparkok nyitvatartása és rendje a testület által elfogadott rendelettel kerüljön szabályozásra. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezem, szeretne valaki hozzászólni, vagy kérdezni? Nem. A rendelet alkotási javaslata következő. Budakalász város önkormányzatának képviselő testülete megalkotja a budakalászi játszóterek és fitnessparkok működéséről, rendjéről szóló rendeletét. Kérem szavazzatok! A képviselő testület 10 igen mellett a rendeletet elfogadta. A testületi ülésről szóló összefoglalónkat hétfői híradónkban folytatjuk. Letették az alapkövét a két csoportszobás bölcsöde épületének Csobánkán. Az ünnepélyes eseményen dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, valamint Völgyes József, Csobánka község polgármestere mondott köszöntőt. 2021. február elején nyújtották be a támogatási igényt, melyet pozitívan bíráltak el. Tudtuk meg Völgyes Józseftől. Csobánka polgármestere kiemelte. Régóta égető kérdés és hiánypótló a bölcsödéskorú gyermekek napközbeni felügyeletének megoldása a községben. Sokáig csak álmodoztunk, tervezgettünk, reménykedtünk abban, hogy egy ilyen volumenű beruházás megvalósulhat Kicsinyfalunkban. Aztán jött a csoda, és megkaptuk az esélyt arra, hogy az már oly régóta vágyott bölcsőde megépülhessen, amelyhez Magyarország kormánya összesen 739,3 millió forint támogatást nyújtott. Az építkezést követően 28 kisgyermeknek nyílik lehetősége arra, hogy bölcsőde életét megkezdje egy korszerű, modern intézményben, és ezáltal szüleik visszatérhessenek a munkavilágába. Csobánka azon szerencsés települések közé tartozik, ahol a lakosság szám viszonylag stabil, enyhén növekvő. Ezzel összefüggően a gyermeklétszám is szinte évről évre állandó. Az elmúlt években a 0-3 évesek száma átlagosan 145 fő volt, ha minden igaz, január 1-ig túllépjük a 150-et. Az alapkőletétel egy mozgalmas időszak vége, de egy feladatokkal teli folyamat kezdete is egyben, jegyezte meg a polgármester. A gyermekintézmény létjogosultságával kapcsolatban Völgyes József véleménye az idők során mit sem változott. 2021-ben az önkormányzat lehetőséget kapott arra, hogy az óvodatel mögötti telket megvásárolhassa. A képviselő testülettel közösen egyetértettünk abban, hogy egy ilyen lehetőséget nem szabad kihagyni, és abban is, hogy az óvoda bővítése, valamint a bölcsődek kialakítására ennél jobb területet nem is találhatnánk máshol. A polgármestertől megtudtuk, hogy elsősorban csobánkai kisgyermekeket várnak a bölcsödébe, valamint reméli, hogy helyi lakosok élnek a munka lehetőséggel. Az intézmény leendő vezetőjével együtt hétfőnek biztosít álláshelyet. Én nagyon remélem, hogy ez a két csoportos bölcsöde bő egy év múlva már üzemelni fog, és mivel Csobánkának ez azért különösen nagy kincs, hiszen a környékbeli településekben valamilyen megoldás mindenütt van bölcsödei ellátásra. Csobánka volt az egyetlen már, ahol semmilyen saját, még egy kis félcsoportos magánbölcsöde sem működött. Tehát akiknek fölmerült az igény, vagy a szükség rá,
hozta őket, azok csak a szomszéd települések valamelyikén tudtunk besegíteni, bölcsődei ellátást biztosítani, és ami plusz egy nagy kincs, hogy itt alattunk a csatlakozó szárny az óvoda épülete. Ezt a telket akkor néztük ki, amikor az óvoda bővítéséhez próbáltunk területet szerezni, és amikor ez a terek eladó sorba került, akkor lecsaptunk rá, és annak a pörögnek az események, pályázatok, nagyon-nagyon sok-sok munka volt benne, de itt tartunk, hogy elkezdődik az építkezés. Völgyes József megköszönte kollégáinak, az önkormányzat munkatársainak és dr. Vitályos Eszternek, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettesének, parlamenti államtitkárnak az együtt elért sikereket. Elsődleges szempont, hogy aki szeretne munkába állni, vagy az életkörülményei miatt vissza kell mennie dolgozni, annak legyen lehetősége biztonságban tudni gyermekét, emelte ki az államtitkár. Soha semmilyen ügyben nem szeretnénk azt megmondani a családoknak, hogy hogyan éljenek és hány gyermeket vállaljanak, de abban viszont mindenképpen elkötelezettek vagyunk és eltökéltek, hogy aki családot szeretne alapítani, gyermeket szeretne vállalni, de emellett munkát is szeretne vállalni, meg tudja ezt tenni. Úgyhogy ezért ennek érdekében történnek a bölcsödefejlesztések, és együtt örülök Csobánkával a tekintetben, hogy lesz itt is bölcsöde. Egyébként a térségünkben 6-an is, tehát 6 település is nyert bölcsödefejlesztési pályázatot. Nem biztos, hogy mindenkinek sikerül végigvinni és végrehajtani, de abban biztos vagyok, ismerve a csobánkai eltökéltséget és a szakemberek összetartását, hogy itt meg fog valósulni a projekt, és természetesen azon vagyunk, hogy az összes többi településünkön is sikerrel járjunk. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, a képviselőtestületnek, természetesen polgármester úrnak, mint a képviselőtestület motorjának, az önkormányzati dolgozóknak, a pályázat kiírójának. Azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy a pályázat kiíróját is megemlítsük. A pályázat benyújtóinak, tervezőknek és a jövendőbeli kivitelezőnek is, hogy részt vállal ebben a munkában. És nagyon sok sikert kívánok ehhez a munkához, és ahogyan eddig is, a jövőben is természetesen számíthatnak rám a megvalósításban is. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer szívből gratulálok Csabánkának. Dr. Vitályos Eszter örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a sikeres pályázatoknak köszönhetően nem a csabánkai az első, és nem is az utolsó sikeres kezdeményezés a térségben. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt Csabánkán az alapkőletételét meg tudtuk tenni az új bölcsinek, amire azt gondolom, hogy valóban azért van nagyon nagy szükség, mert azt szeretnénk, hogy azok a családanyák és azok az édesanyák, akik egyébként valamilyen életkörülmény miatt arra kényszerülnek, hogy hamarabb menjenek visszadolgozni, még a gyermek óvodás kora előtt menjenek visszadolgozni, meg tudják tenni. Ezért is van egyébként a kormány családpolitikájának fókuszában az országos bölcsödeépítési program, ami 10 000 bölcsödei férőhelyet irányoz elő, és dacára annak, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, nem csak mi Magyarország, hanem azt gondolom egész Európa, sőt lassan az egész világ, a szomszédunkban zajló háború, az elhibázott brüsszeli szankciók miatt, mégis ezt a programot fent tudjuk tartani, és fent is kívánjuk tartani, annak érdekében, hogy ahogy említettem, ez a 10 000 bölcsödei férőhely megvalósulhasson. Itt a választókerületünkben is egyébként több település is örülhetett, amikor ezt a pályázati felhívást közzétették, illetve amikor az eredményeket közzétették, mert hogy összességében 6 település is nyert pályázatot. Most ugye itt vagyunk Csobánkán, nem olyan régen adtunk át egy mini bölcsödét Kisoraszibam, elkészült Tahitót faluban is a bölcsöde, úgyhogy azt gondolom, hogy a térségünk majdnem minden pontja és minden része örülhet, mert lesz bölcsödéje. A két csoportszabás bölcsöde alapkövét Mogda Péter atya, a csobánkai Szent Anna plébánia kormányzója, Nyilas Zoltán Esperes, a Pomász Csobánkai Református Társegyház község vezető lelkésze és a Szerb Ortodox Egyház képviselője szentelte meg. Meggyújtják az utolsó adventi gyertyát december 17-én szombaton 16 órakor a város karácsonyfája mellett a Kárpátok őre szobornál elhelyezett koszorún.
Köszöntőt, ünnepi gondolatokat dr. Göbel Richard polgármester mondja el az egybegyülteknek, majd Berecki Őrs, a budakalászi református gyülekezet lelkipásztora közvetíti az adventi üzenetet. Ezt követően a gyülekezet kórusát hallgathatják meg a jelenlévők. A karácsonyi műsort a Patakpart általános iskola diákjai előadásában láthatják, de a forró tea, kürtős kalács és a szaloncukor sem maradhat el a meghitt eseményről, amire minden budakalászit szeretettel várnak, olvasható Budakalászváros hivatalos honlapján. Végül a várható időjárásról. Szombaton éjjel újabb csapadékmező érkezik, az esőt nyugat felől egyre több felé váltja fel havazás, havas eső, de átmenetileg ismét előfordulhat ónos eső. Szombat délután már csak keleten fordulhat elő gyenge havas eső, hószálingózás, észak-nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet. Megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. Hajnalban -4, +4, napközben -1, +5 fokra készülhetünk. Vasárnap sok napsütés, száraz idő várható, csak kisebb körzetekben lehet több felhő. Veszít erejéből a szél. Kora reggel -8, -2, a vastagabb hóval borított északi tájakon -14, -9, délután -4, +3 fokot mérhetünk. Adásunk végén legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A polgármester tájékoztatta a képviselőket a Felsővár és a Kálvária utcák egyirányúsításával kapcsolatban a szerdai ülésen. Letették az alapkövét a két csoportszobás bölcsöde épületének Csobánkán. Meggyújtják az utolsó adventi gyertyát december 17-én szombaton 16 órakor a Kárpátok-Őre szobornál elhelyezett koszorún. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv/Budakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!